A Kadarka utcai orvosi rendelőben lép hatályba az egyik változás Szekszárdon. A módosítást az orvosok kezdeményezték, a közgyűlés szociális bizottsága pedig jóvá is hagyta azt. Így az odajárók alkalmanként új szakemberrel találkozhatnak majd. A helyettesítő személyek, helyettesítő orvosok személyében történik változás. Dr. Görbei Éva doktornőt helyettesíteni most már Vitai doktor úr és Endrődi doktor úr fogja. Vagyis az eddig helyettesítést végző egy orvos helyett a jövőben már két szakember látja el a feladatot, de újdonságra számíthatnak a Tarcsai utcában és annak környékén élők is, abban a rendelőben az asszisztens személye változik. A 13-as számú körzet vonatkozásában dr. Cucor Judit doktornőt Tóth Andrea helyett most már Hollandus Péterné ápoló fogja segíteni. Szekszárdon tehát továbbra is folyamatos az orvosi ellátás valamennyi körzetben.